A Magyar Köztársaság elnöke október másodikára tűzte ki az országos népszavazás időpontját, melynek kérdése a következő, akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. Ezen a napon reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni. Van érvényességi és eredményességi előírás is. Az érvényesség az azt jelenti, hogy akkor lesz érvényes a népszavazás, hogyha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott és részt vesz a népszavazáson, illetve akkor lesz eredményes, hogyha a választópolgároknak több mint fele azonosan szavazott a kérdést illetően, és nincs szavazategyenlőség. Augusztus 15-éig fogják kiküldeni azokat az értesítőket, amik tartalmazzák a névjegyzékbevételt, és azt is, hogy melyik szavazókörben érvényesíthetik jogukat az állampolgárok. Tatán a korábbi gyakorlatnak megfelelően 24 szavazókör működik a választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, ami az értesítőben szerepel. Amennyiben az értesítését nem kapja meg valaki, vagy elveszíti, akkor a helyi választási irodához fordulhat, és mi a személyazonosság igazolását követően ezt pótoljuk, és átadjuk részére az értesítést. Ha valaki nem tartózkodik a lakóhelyén az adott napon, átjelentkezéssel máshol is szavazhat, de ezt kérelmezni kell az illetékes irodánál szeptember 30-áig. Külföldön is lehet szavazni, a magyar magyarországi külképviseletnél, de ezt már hamarabb, szeptember 24-éig kell jelezni a választópolgároknak. Továbbá a mozgó rendszer is működik majd. Hogyha valaki egészségi állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt nem tud megjelenni a szavazó helyiségben, ilyenkor a szavazatszámlak bizottságnak két tagja felkeresi a otthonában a érintett szemét, és akkor ott mozgórnába leadhatja a szavazatát. Ezt a népszavazást megelőzően a helyi választási lehet kérni, a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól 15 óráig. A szavazás menete egyébként megegyezik az egyéb szavazásokra vonatkozó szabályokkal, tehát a szavazókörbe, hogyha megérkezik a választópolgár, akkor igazolnia kell a személyazonosságát és alakcímét. Ezen a szavazáson is igaz az, hogy a magyar állampolgárok, nagykorú magyar állampolgárok szavazhatnak, akiket a választójogosultság gyakorlatilag Korlásából a bíróság nem zárt ki, ez történhet a személyazonosító igazolványával, magyar útlevéle, vagy magyar vezetői okmánnyal természetesen ennek érvényesnek kell lenni. Csak ezután léphetnek a szavazófülkébe a választópolgárok. A lapon két egymást keresztező vonalat kell húzni az igen, vagy a nem szó előtti karikába.